Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 1-e van, a Fülöpök és a Jakabok ünneplik névnapjukat. A mai nap az 1890-es évektől a munkások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől a munkavállalók szolidaritási napja. Érkezzenek műsorunk elején a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Majálisozás nélkül telik a munka ünnepe világszerte. 196 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. 2863-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Csapadékos időjárásra számíthatunk a május 1-ét követő hétvégén. Ma van május 1-e, a munka ünnepe, a nemzetközi munkás mozgalmak által kiharcolt ünnepnap. Ez a nap a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. Szerbiában ma elmarad a hagyományos május 1-i ünnepség a koronavírus járvány megfékezése érdekében. A boltok és a piacok országszerte zárva tartanak, és a távoktatás is szünetelt az általános és középiskolások számára az ünnepre való tekintettel. Holnap és holnap után azonban a legtöbb helyen a piacok és az üzletek nagy része is nyitva lesz. Lacikonyhások, árusok, fagylaltosok, kürtös kalácsosok, körhinta, dodzsem és sok más egyéb várt mindenkit 5 napon át tavaly ilyenkor Palicson. Azonban ennek a rendkívüli állapot miatt idén nyoma sincs. Üres a sétány, kihalt a park. Gőzölögtek a frissen sült kürtős kalácsok, jól fogyott az édes csemege, de a fagylaltosoknak és édességárusoknak sem volt okuk panaszkodni, hiszen hosszú sorok kígyóztak a standoknál, akár csak a Laci konyhák előtt. A legtöbben mégis a Vidám parkot látogatták. Ilyen volt a tavalyi majális Palicson. Idén azonban mindent felülírt a koronavírus járvány. Palicson, mint minden évben az idén is, május 1-én esett az eső. A korábbi években ez azonban sohasem riasztotta vissza a tópartra látogató több ezer majálisozót. Viszont a Szerbia legnagyobb vidámparkjának ezúttal csak hűlt helyét találtuk itt, ugyanis kijárási tilalom van, Palics teljesen üres. Ez több évtizedre visszamenőleg az első ilyen majális. A palicsi tó és környéke élővilágának nyugalmát idén nem zavarta meg a kirándulók forgataga és a hangzavar. Gémek sétáltak nyugodtan a nagy strand mólóján. A tó hullámzó vizén egyetlen vízi járgány sem úszkált. A sétányon csak egy-két a tópart közelében élő nyugdíjas sétált, akik a pénteki nap folyamán 2x1 óra hosszára hagyhatták el otthonukat. A szállodák és panziók üresek, sokan nem is dolgoznak. A majáliskor általában dugig telt parkolóban a rendkívüli állapot idején szolgálatot teljesítő katonák magánjárművei állnak, a közkedvelt játszótér is üres. Sehol egy parkolóautó sincs Palicson, mögöttem az is látható, hogy az állatkert kapuja is zárva van, pedig minden évben kígyózó sorok szoktak állni, hogy bejussanak a palicsi állatkert területére május 1-én. Jó hír viszont, hogy habár még május 2-án és 3-án is zárva lesz az állatkert, hétfőtől viszont várják a látogatókat. A karantén majálist a Szabadka környékiek otthon töltötték, így tettek a ludasiak is, általában családi körben, az udvarban, vagy az eső elől a garázsba menekülve sütögettek. A jó hangulat Varga Zoltánéknál is megvolt, hiszen ilyenkor felértékelődik a család összetartozása. Gyerekek, mind összejöttünk, és így valahogy majd csak kibírjuk ezt az egy napot. Holnap meg folytassuk tovább a mezei munkát. Mi az, amit készítenek most ilyenkor? Hát van egy kis csevap, egy kis császárszalonna, rostélykolbász, nyakkaraj, ami a szokásos a majálisi kajánál. A házigazda hozzátette, az elmúlt másfél hónapban hozzászoktak a karantén sütögetéshez, hiszen kijárási tilalom idején, amikor éppen nem a traktoron ülnek és a földet művelik, a legjobb szórakozás pont az efféle családi összejövetel. A
Az elmúlt egy nap alatt 196 új koronavírus megbetegedést regisztráltak Szerbiában, és 6 személy halt bele a kór szövődményeibe, 2 férfi és 4 nő. A vírus megjelenése óta az országban 185-en haltak bele a betegségbe. A halálozási arány 2,1%. Kórházban jelenleg 2375 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 65-en vannak. A betegségből 1379-en épültek fel. A járvány kitörése óta több mint 91.551 tesztet végeztek el a szakemberek, és 9.205 koronavírus okozta megbetegedést regisztráltak. Szrdja Jankovic, immunológus a válságstáb mai sajtótájékoztatóján elmondta, annak ellenére, hogy a kijárási korlátozást lerövidítették, az üzenet továbbra is az, hogy az emberek kerüljék az összejöveteleket. Na snazi dalje zabrana kontakata. Manje više zabrana, suština je da ti kontakti ne smiju da se dešavaju, da mi svi moramo da budemo svesni da ukoliko dozvolimo okupljanja, ukoliko se okupljamo i ukoliko dolazimo u bliske kontakte u većem broju, ugrožavamo sve ovo što je do sada postignuto. Alekszandar Vučić szerb elnök találkozott ma Kína belgrádi nagykövetével, Csembóval. A témák között szerepelt a két ország gazdasági együttműködése is. A találkozót követően Vučić megköszönte az együttműködést a kínai orvosoknak és szakembereknek, akik több mint egy hónapja érkeztek Szerbiába, hogy segítsenek a koronavírus járvány elleni harcban. Alekszandar Vučić szerb elnök megköszönte a kínai orvoscsapatnak azt az óriási járványügyi segítséget, amit Szerbiának nyújtott. Elmondta, hogy a 6 tagú kínai orvoscsoport 3 tagja búcsúzik most Szerbiától, de mindhármuk helyére újabb orvosok érkeznek a távol-keleti országból. Ti ljudi su ovde 6 nedelja, ni u jednoj drugoj zemlji na svetu nisu toliko ostali. Mnogo su nam pomogli svojim znanjem, svojim iskustvom, svojim savjetima, ali su pokazali jednu neverovatnu marljivost, izuzetnu posvećenost. A szerb államfő bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban 2 vonatküldemény érkezik Kínából. Ez részben egészségügyi szállítmány, de korábbi szerződések alapján más különféle áru és felszerelés is érkezik. Hangsúlyozta, hogy a kínai kormány eddig is kedvező áron tette lehetővé a lélegeztetőgépek és más szükséges felszerelés megvásárlását. A találkozónak két ország gazdasági együttműködéséről, többek között a turizmusról is szó volt. I mi razmišljamo da je Srbija u narednom periodu uz podršku i Narodne Republike Kine uvede let, ali da razgovaramo o tome da pogledate kako naši brojevi rastu i to je drastično jačalo našu privredu po tom pitanju. Recimo, 2016. godine, a to je bila godina sa najvećim brojem do tog trenutka kineskih turista, imali smo 43.000 gotovo noćenja kineskih turista. A u 2019. čak 269.000. A mi mislimo da možemo da obezbedimo uz dobar program, uz dobar plan i uz dobru kampanju Narodnoj Republici Kini da imamo 5 miliona noćenja. A találkozón Kína belgrádi nagykövete Csembó hangsúlyozta, hogy Kína és Szerbia nem csak a koronavírus elleni küzdelemben, hanem a gazdasági fellendülés útján is partnerek kívánnak maradni. Megemlítette, hogy a kínai vállalatok aktívan részt vesznek az együttműködésben, amire kitűnő példa a közösen létrehozott Tüzes Szem nevű laboratórium, amivel jelentősen megnőtt a tesztelési kapacitás. Buszok várják majd vasárnap a Horgos-Röszke autópálya határátkelő magyar oldalán az érettségiző diákokat. Erről Pásztor István írt Facebook oldalán. A VMS elnöke elmondta, a buszok 14 órakor indulnak Szegedre, Budapestre és Bajára. Ehhez azt kérik az érettségizők, úgy időzítsék indulásukat, hogy erre az időpontra átérjenek a határon. Akik egyéni szervezésben kívánnak utazni, a Horgos 1, Kelebia és Béreg átkelőket használhatják reggel 5 és 18 óra között. A határátlépéshez az érvényes úti okmányon kívül az érettségi behívó, illetve azok számára, akik Magyarországon tanultak, a diákigazolvány szükséges. Az érettségi behívót nem szükséges lefordítatni magyarról szerbre. A zavartalan határátlépéshez további tanácsok találhatók a pannonrtv.com oldalon.
Május 8-án fizetik ki a nyugdíjasoknak a teljes áprilisi járandóságukat, tehát egy részletben, mondta Sinisa Máli. A szerb közmédiának adott nyilatkozatában a pénzügyminiszter elmondta, május 15-től június 5-ig lehet jelentkezni az állam 100 eurós támogatására, amelyet minden 18. életévét betöltött polgár megkaphat Szerbiában. A szociális segélyben részesülők és a nyugdíjasok automatikusan megkapják ezt az összeget. A többieknek jelentkezniük kell az említett időszakban telefonon vagy online. Az elmúlt éjszaka egy beteg lekerült a lélegeztetőgépről a Vajdasági Klinikai Központban, mondta el Edita Stokić, az intézmény igazgatója a szerbiai RTV reggeli műsorában. A kórházban jelenleg 61 koronavírus fertőzöttet kezelnek, közülük 5-en lélegeztetőgépen vannak. Az újvidéki vásárcsarnokaiban pedig összesen 57-en lábadoznak, részletezte. Az eddigi tapasztalatok szerint a túlsúly és a kettes típusú cukorbetegség olyan tényezők, amelyek következtében súlyosabb klinikai kép alakulhat ki a fertőzötteknél, mondta Stokić. A Vajdasági Klinikai Központ munkatársai közül eddig 2 személy fertőződött meg, de egyikük sem a munkán kapta el a vírust, hangsúlyozta az igazgató. Na neki način mi uočavamo trend pada broja obolelih koji su pozitivni na koronavirus, ali s druge strane imamo i, tako da kažem, veliki strah. Lekari se ničega ne boje, ali imamo strah da zbog nesprovođenja adekvatnih mera transmisije, širenja u populaciji ne dođemo do jedne teže situacije, a to je da kada radimo ovakvu populaciju pacijenata, virus neprepoznat uđe u ustanovu i da u posebno tako visoko rizičnim pacijentima mi imamo komplikacije. Engedélyezik a mozgást minden parkban és a polgárok rekreációs és sporttevékenységét szolgáló közterületeken. Erről döntött legutóbbi ülésén Szabadka város rendkívüli helyzetek városi törzskara. Ahogy az közleményükben írják, mindezt a felsőbb szinteken meghozott döntésekkel összhangban teszik. Hangsúlyozzák, hogy amikor a polgárok a parkokban és közterületeken tartózkodnak, a koronavírus terjedésének a megakadályozása érdekében kötelesek tiszteletben tartani a megelőző intézkedéseket, amelyek magukban foglalják a szociális távolságtartást, a kesztyűk használatát, valamint a sportszerek és gyakorlásra szolgáló eszközök használatba vétele előtti fertőtlenítést. Magyarországon péntekre 2863 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 11 krónikus beteg. Az országban immár 600 fölé emelkedett a koronavírusból felgyógyultak száma, jelentette be Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján kiemelte, továbbra is rendkívül fontos a mértéktartás. Az idősek számára megszabott 9-től 12 óráig tartó bevásárlási idősáv Budapesten, Pest megyében és vidéken is érvényben marad. A tisztifőorvos arra kérte a munkavállalókat, ha feltétlenül be kell menniük dolgozni, csak egészségesen tegyék meg, és a munkahelyen is tartsák be az útmutatásokat. Lassú felszabadítások fognak következni, amelyeket járványügyi szempontból is szigorúan kontroll alatt tartunk. Ehhez nagyon hasznos az, hogy a lakosság körében különböző laboratóriumi vizsgálatokat indulnak hétfői napon, sőt már a mai napon is elindult egy helyen, és ez egy folyamatos visszajelzés a járványügyi szakemberek részére, hogy milyen óvatosan tudjunk haladni előre. Magyarország az első csatát megnyerte a koronavírussal szemben, mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A vírus nem szabadult el, sikerült kialakítani a védekezés módszereit, időt nyertünk, és sikerült felkészíteni az egészségügyet a védekezésre. A vírus azonban nem ment el, csak felkészültünk a vírus következő támadásának kivédésére, mert a szakemberek szerint lesz második hullám, várhatóan november környékén, fejtette ki a magyar kormányfő.
Világszerte több mint 3.360.000-en fertőződtek meg a koronavírus járványban. A halálesetek száma több mint 237.000, és több mint 1 millióan kigyógyultak a betegségből. A legtöbb halálos áldozata a COVID-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van. Itt csak nem 64.000-en haltak meg eddig, és mintegy 156.000-en gyógyultak meg. Olaszországban több mint 207.000 fertőzöttet tartanak nyilván, több mint 28.000-en meghaltak, és mintegy 78.000-en gyógyultak ki a kórból. Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén, a brit miniszterelnök szerint, aki maga is kigyógyult a betegségből. Napi több száz halott mellett tervezi a nyitást több nyugat-európai ország. Franciaországot például megyénként az új koronavírus esetek száma alapján vörös, narancs és zöld zónákra osztják. Minél jobb helyzetben van az adott megye, annál enyhébben érintik majd a korlátozások. Spanyolországban annak ellenére, hogy az elmúlt 24 órában kevesebb, mint 300 halálesetet jelentettek, az új fertőzések száma még mindig viszonylag magas. Ezzel együtt kisebb lazítások még itt is lesznek. A gyerekek egészségügyi sétája után a felnőttek közterületi sporttevékenységét is engedélyezik. Olaszországban a járvány enyhülésével párhuzamosan az országban kezdenek feléledni a politikai ellentétek is. A jobboldali Liga vezette régiók a kormány ütemtervénél gyorsabban szeretnék enyhíteni a korlátozásokat. Az Egyesült Királyságban, ahol Boris Johnson szerint túl vannak a járvány csúcsán, még nem készülnek a járványügyi korlátozások lazítására. A német kancellár is óvatosságra és további fegyelemre szólította fel a lakosságot. Angela Merkel bejelentette, hogy Németországban augusztus 31-ig tilosak lesznek a tömeges összejövetelek és események. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint Oroszország lehet Európában a járványa sújtott újabb gócpont. Az országban eddig 114.000 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, a több mint 7.000 új eset egyike maga a kormányfő Mihail Misusztyin. Nézzük a híradó további témáit. Hatalmas visszaeséssel kell számolniuk az idegenforgalmi ágazatban dolgozóknak a koronavírus miatt. Felkészülten várja az Újvidéki Európa Kollégium a hallgatók visszatérését. Üresen kongó szálláshelyek, tavasszal leálló utasforgalom, bezárt turista látványosságok. A koronavírus a gazdasági ágazatok közül a legnagyobb pofont a turizmusnak adta. Hatalmas visszaeséssel kell számolniuk az ágazatban dolgozóknak, legyen az utazási iroda, szálláshely vagy akár hotel. A rendszeres utazók esetében a nyár közelettével egyre többször vetődik fel a kérdés, hogy vajon idén sütkérezhetnek-e a tengerparton. A válasz a kérdésre összetett, az azonban bizonyos, hogy a szakemberek javaslata szerint idén mindenkinek be kellene írnia a belföldi kirándulásokkal. Ötletek vannak ugyanarra, hogy hogyan valósulhatnának meg a külföldi nyaralások, mint például a közlekedési folyosók biztosítása a tengerpartokig, vagy a negatív koronavírus tesztről szóló bizonylat felmutatása a határokon. De az országok többségében idén nem javasolják a külföldre való utazást. Milliónyi nepoznanica, és zato je moja topla preporuka građanima da razmisle da odmor ove godine ili deo odmora svakako provedu u zemlji. Németországban, Magyarországon és Szerbiában is felhívták a polgárok figyelmét a belföldi turisztikai lehetőségek szépségeire. A szerb kormány februárig 160.000, de néhány napon belül további 400.000 üdülési utalványt oszt ki, amelyeket szerbiai turisztikai helyszíneken használhatnak fel a polgárok. Ezeket a nyugdíjasok és a 60.000 dinárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők használhatják fel. A legtöbb szerbiai szálláshely egyébként régen látott nehézségekkel néz szembe. Az zlatibori körzetben jelentősen megcsapant a látogatók száma az elmúlt időszakban. A hegyvidéki helyeknek azonban némi gazdasági előnyük van a többi szálláshelyhez képest. Mi imali sreće da se generalno ta zimska sezona završi zaista uspešno i veliki broj gostiju je bio na samom Zlatiboru. Ovaj period nas je zadesio i virus je prosto takav, al da trenutno na Zlatiboru nema gostiju.
A nyár folyamán népes csoportok látogatnak el az ország nagyobb városaiba is. Újvidéken még bíznak abban, hogy az idény megmenthető az utószezonnal. Nama nisu otkazana putovanja za august september, odnosno dolazak u Srbiju za august september oktobar mesec i mi se tim turistima nadamo. Ako njih ne bude, ne znam kako ćemo izgurati ovu sezonu. Szabadkán is környékén a múlt év végén még arról szóltak a hírek, hogy növekszik a vendégéjszakák száma. A mostani helyzet viszont bizonytalan. Tudjál a helyzet, hogy sokan lemondták. Mi abban reménykedünk, hogy mivel külföldre azért meggondolják az emberek, hogy elmennek vagy nem mennek. Mi abban reménykedünk, hogy azok, akik most nem mennek külföldre, hogy majd jönnek. Többen jönnek Palicsra. Ebben reménykednek a kollégák is, kolléganők is, akik úgy szintén ezzel foglalkoznak. A szállásadók, turisztikai szakemberek többsége egyetért abban, hogy az idei szezon komoly kihívások elé állítja az ágazatot. Azoknak az utazóknak, akik március 15-e előtt befizették külföldi utazásukat, de az kútbe esett a járvány miatt, lehetőségük van arra, hogy a turisztikai irodákkal megállapodva más időpontra cseréljék a korábbit. Az új utazásnak legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósulnia. Amennyiben a pótutazás sem valósul meg az említett időpontig, a polgárok kérhetik a befizetett költségek megtérítését 2022. január 15-éig. Márciusban mintegy 400 kollégistának kellett néhány nap alatt kiköltöznie az Újvidéki Európa Kollégiumból. Az intézmény dolgozóinak többsége azóta a feladatok legnagyobb részét otthonról végzi, és csak szükség esetén járnak be az épületbe. A kollégiumot napi 24 órában portások őrzik. A rendkívüli állapot bevezetését követően a kollégisták azonnal elhagyták az Újvidéki Európa Kollégium épületét. A tevékenységek azonban az intézmény körül nem álltak le. A dolgozók most főleg a karbantartási munkálatokra összpontosítanak. Párnák, paplanok mosása, takarítás, adminisztrációs tevékenységek. Feladatok, amiket a rendkívüli állapot ideje alatt is el kell végezni. A gondnok, a takarítószolgálat és a portások továbbra is rendszeresen dolgoznak, míg a többi alkalmazott csak akkor jön el az épületbe, ha nem tudják otthonról megoldani a feladatokat. Nézzük, hogy akkor is ne legyen sok munkatárs egy időben bent, hanem megbeszéljük, hogy ki mikor jön be. Ezek nagyjából azok az esetek, amikor valamit alá kell írni, vagy postára feltenni. Most például volt egy közbeszerzés nyitásunk, tehát olyan dolgok, amiket nem tudunk otthonról megoldani. Ekkor is törekszünk arra, hogy mindenkinek meg legyen a kesztyűje, maszkja, ugye távolságot tartjuk egymástól, és természetesen mindenkinek van lehetősége használni fertőtlenítőszert, ugyanis az irodákban is található kis üvegekben. A kollégistákkal nem szakadt meg a kapcsolat, a szakkollégiumi programok most interneten zajlanak. Minden olyan programot, amelyet az online térben meg lehetett oldani, ezeket tovább folytatjuk. Itt elsősorban a tanfolyamokra gondolok, a műhelyekre, bizonyos szakkörök is most működnek. Természetesen vannak olyan programok, amelyeket vagy fel kellett függesztenünk, vagy pedig el kellett halasztanunk. Schneider Sára Ildikó reméli, hogy legkésőbb az ősz folyamán vissza tudnak jönni a kollégisták az intézménybe. A kollégiumi konferenciát egy későbbi időpontban tervezik megtartani, valamint a kollégium működésének 5. évfordulójáról is szeretnének majd kellőképpen megemlékezni. Május 1-jéhez számos népszokás is kapcsolódik, ilyen a májusfa állítása, ami a természet újjászületésének szimbóluma. A hagyomány nagyon régi múltra tekint vissza, hiszen a fiatalok már a kereszténység előtt is ünnepelték a tavaszt és állítottak májusfát, mondta Szőke Anna a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában. A néprajzkutató kiemelte, régen a legények kimentek az erdőbe és leültek a sudár nyírfák alá. Éjfélig csak szomorú dalokat énekeltek, utána pedig vidám nótákkal szórakoztatták egymást. A fákat hajnalban kivágták, a lányok háza elé vitték és feldíszítették. Reggel hajnalban volt a zenés ébresztő, és ez még a 80-as évek végén is élő szokás volt itt Vajdaságban, főleg a bánáti részen. És
mentek a zenészek, sarkukon megálltak. A májusfát viszont előző este, 30-án fölállították, a szövetkezet elé kötelező volt. Volt ahol csak egyet állítottak, volt ahol több is volt, és örülötte ott voltak a fiatalok, újjongtak. Hát egy nagyon szép szokás volt, de ez már így mondom a munkások ünnepe volt. Híradónk végén pedig egy örömhírről számolunk be. Megszületett Plól Krisztina, topolyai tudósítónk kisfia, Plól Orivér. Az anyuka és a baba is jól vannak. A Pannon RTV munkatársai jó egészséget és sok boldogságot kívánnak az egész családnak. A hétvégén is folytatódik a változékony időjárás. Szombaton még több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Vasárnap azonban megnyugszik a légkör, és csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék. A csúcshőmérséklet 20 fok környékén alakul majd. Hajnalonta pedig 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A jövő hét elején is folytatódik a záporokkal tarkított változékony időjárás. Elhunyt Engler Lajos, legendás nagybecskereki kosárlabdázó. A sportember pályafutása során a nagybecskereki Proletter és a belgrádi Partizán csapatában is játszott. Emellett 80 alkalommal a jugoszláv válogatott tagjaként is parketre lépett. Visszavonulását követően Engler a nagybecskereki május 25-e középiskola igazgatójaként tevékenykedett. Engler Lajos Lala 92 éves volt. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Majálisozás nélkül telik a munka ünnepe világszerte. 196 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. 2863-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Csapadékos időjárásra számíthatunk a május 1-ét követő hétvégén. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Itt a Pannon Televízióban most a Rossz Versek című magyar vígjátékot láthatják. Maradjanak velünk, ha tehetik, viszontlátásra!